mást mentve magadat mented meg. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszli azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, az megtartja azt. Lukács 9.24 Két férfi vándorolt a hegyekben a hóviharban. Észrevettek egy embert, aki lezuhant a meredek lejtőn. Az egyik azt mondta, hogy segítsenek rajta. A másik így válaszolt. Senki nem kívánhatja tőlünk, hogy ezért az emberért kockáztassunk, hiszen mi is életveszélyben vagyunk. Társa azonban így vélekedett: Ha már el kell pusztulnunk, jobb, ha mások szolgálatában halunk meg. Lereszkedett a szerencsétlenül járt emberhez, vállára emelte és elindult felfelé. A cipekedéstől kimelegedett. Ez a meleg átterjedt a sérült embere is, így mindketten elkerülték a fagyhalált. Rövid idő múlva rátaláltak a vándortásra, aki a hóban feküdt. Valószínűleg erőt vett rajta a fáradtság, lefeküdt és megfagyott. Ne keres kifogásokat akkor, amikor valamilyen feladattal vagy szolgálattal bíznak meg. Ne mondd, hogy túl fáradt vagy nem jól érzed magad, neked ez túl nehéz vagy nincs kedved hozzá. Ha így beszélsz, még nem értetted meg, hogy amikor Isten kér, hogy szolgálj neki, akkor olyan, mintha neki tennéd személyesen. Ő megadja hozzá az erőt, és a végén gazdagon megállt segítségedért. Isten az önző, csak magával törődő embert nem tudja megmenteni. Ha azonban másokért élsz, még akkor is, amikor le kell mondanod a kényelmedről, vagy bármiről, ami számodra fontos, akkor örök élettel jutalmaz meg.